Köszöntöm nagy tisztelettel a Szombathelyi Televízió minden kedves nézőjét, megkezdjük szokásos esti közéleti magazin műsorunkat, amelyben a mai este folyamán főszerepet kap a Föld napja, hiszen április 22 köztudottan a Föld napja, mind nemzetközi, mind magyar viszonylatban. Erről beszélgetünk stúdiumban már helyet foglaló vendégeinkkel. Aztán bemutatunk egy mellkas kompressziós gépet, amelyet nemrégiben a mentőszolgálat kapott. Hogy mi ennek az apropója és miért kapta ezt a mentőszolgálat egyáltalán, talán kitől, vagy milyen cég felajánlásában kapta, az nem sokára kiderül. Beszámolunk egy tüzes sétáról, illetve nem magáról az eseményről, ez csak egy beharangozó lesz, hiszen ez a tüzes séta, ez a közeljövőben esedékes, amelyet a Szombathelyi Szépítő Egyesület szervez. Ez egyfajta városismertető program lesz itt a településen. Majd műsorunk utolsó felében egy kicsit beszélgetünk a Parkerdei Kertbarát Egyesületről, hiszen van bőven esemény, amiről be lehet számolni, illetve egy kicsit előre is tekintünk, hiszen a közeljövőben lesz egy könyvtári programjuk. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, tartsanak velünk a ma este folyamán is! Nagy tisztelettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, Kocka Tibort, alpolgármester urat, illetve Briski Juditot, programszervezőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Hát akkor a központi téma a Föld napja, amely mint minden évben ezúttal is április 22-én, idén vasárnapra esik, tavaly szombat, idén vasárnap, pont jó, mert hétvége, és ebből a célból hát az önkormányzat több más intézménnyel közösen összefogva most már évről évre egy program sorozatot szervez annak érdekében, hogy felhívja a kicsiknek és nagyoknak a figyelmét a Földre, a Föld megóvására. Erről pár gondolatot hadd kérjek így gondolatébresztőként vagy beszédindítóként alpolgármester úrtól, és akkor csatlakoztassuk ide be az önkormányzatot, amely évről évre rengeteget tesz azért, hogy kellőképpen felhívjuk a figyelmet a Földre. Köszönöm szépen. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell, hogy szedje a bolygóját is. Saint-Exupéry a Kisherceg című regényéből való ez az idézet, és úgy gondolom, hogy rendkívül találó, hiszen ahogyan gondját viseljük magunknak, ahogyan rendbe tesszük magunkat, és úgy indulunk minden reggel mondjuk munkába, ugyanúgy nap mint nap kellene a bolygónk tisztaságára is figyelni. Az idei esztendőben harmadik alkalommal kapcsolódunk ehhez a rendezvényhez, amely egyébként a Földön majdnem fél évszázados múltra tekint vissza. Úgy gondolom, hogy ez itt Szombathelyen rendkívül fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hiszen egy korábbi felmérésünkből, amelyet az Európa Kutatás Főváros pályázat kapcsán készítettünk, és több mint 1300 szombathelyi válaszolt kérdéseinkre, ott arra a kérdés, hogy miért szeret Szombathelyen élni a legtöbben, azt a választ írták be, azért, mert zöld. Nekünk az a feladatunk és az a kötelességünk, hogy Szombathelyt ilyen zöldnek, vagy még zöldebbnek megőrizzük és megtartsuk. Hát a mi zöld városunknak van egy szíve, egy zöld szíve, a Csónakázó tó, illetve annak környéke és maga a sziget, amely minden évben otthonául szolgál ezeknek a programoknak. Mi várható idén? Briski Judithoz fordulok és érdeklődve tekintek rá, hiszen előttem van az informatív jellegű szórólap, amelyen gyakorlatilag itt van a programoknak az egész garmadája. Mi várható egészen pontosan? Kiket várnak, kiket szeretnének elsősorban megszólítani ezen a programsorozaton? Igen, nagyon fontos volt a program összeállításakor, hogy a család minden tagját megszólítsuk, kihívjuk őket a zöldbe, és a piciktől, a bölcsödéskorúaktól a nyugdíjasokig mindenki találjon magának szórakoztató elfoglaltságot. Ezek közül szeretnék néhányat megemlíteni, így például az apróságoknak lesz akadálypálya, babamuzsika, és a nagyobbaknál már a kézműves foglalkozások jönnek szóba, illetőleg lesz egy 8 állomásos ökojáték, ami valóban játékokat tartalmaz, tehát mondjuk ökocsúzli, aztán tilitoli játék, Magyarország kirakó, és ezen a 8 állomáson egy menetlevéllel lehet majd végigmenni, és aki jól teljesít, ha nem is mind a 8-at, de sokat belőlük, az a végén ajándékot fog kapni. Amíg a gyerekek eljátszanak, kézműveskednek, addig a szülők kipróbálhatják magukat lengőtekében, petánkban, vagy akár kipróbálhatják a szegvét is. A
tavat is bevonjuk, természetesen idén is, ott pedig kedvezményesen 20%-kal olcsóbban lehet majd csónakázni, vízibiciklizni, kajakozni és kenúzni. Mindeközben egészséges ételek bemutatója is lesz, és lesz színpadunk. Ez most először lesz, ahol a Kondor Tamás Band két tagja fog 2:45-tól zenélni, 3 órakor pedig a már korábban a Szomtáv Kft-vel közösen meghirdetett rajzpályázatnak az eredmény hirdetése lesz. Itt a díjakat dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor alpolgármester úr és Kovács Márta a Szomtáv ügyvezető igazgatója fogja átadni a gyerekeknek. 3:30-tól egy nagyon különleges programmal várunk mindenkit, ugyanis két budapesti középiskolának a divat és stílus tervező tanulói által készített ruhakreációkat lehet majd megnézni, öko stílusban, illetve vízihlette előadásban. Aztán ezen kívül még az este felé 5 óra előtt megismételjük a tavaly nagyon sikeres családi futásunkat. Itt nem kell megijedni, nem teljes csónakázótót kell megkerülni, hanem csak szigetfutás lesz, ahol minden egyes kör teljesítése után tombola jegyeket adunk, és apró kis ajándékokat, de nagyobb díjakat is lehet nyerni azoknak, akiket a végén kihúznak. Amit még eddig nem említettem, 2 bringa túrával is készülünk. Az első az délelőtt 10 órakor indul majd a szigetről, és a város nagy cégeinek a dolgozói telephelyeiket meglátogatva fát fognak ültetni, és visszatérnek a szigetre. A második az egy közkívánatra induló bringatúra. A tavalyi Európai Mobilitási Héten már egyszer megcsináltuk ezt, és kérték, hogy ismét legyen, tehát ez arról fog szólni, úgy hívjuk, hogy multidéző bringatúra, a 20-as, 30-as évek öltözetébe várjuk majd a becsatlakozókat, és akkor tehetnek egy belvárosi kört így beöltözve. Hogy erről még eszembe jutott az is, hogy ha már így be vannak öltözve, akkor kint a szigeten a színpadon majd Charlestont lehet tanulni tőlük. Szerintem, ami még nagyon fontos, hogy mindezek a programok ingyenesek, kivéve a 20%-os kedvezménnyel igénybe vehetőket. 10 órától, illetve 11 órától 17 óraig várunk mindenkit a szigeten. Azt még talán el lehet mondani, vagy el kell mondani, hogy ennek a programsorozatnak az előfutára az megvolt múlt pénteken, ugye egy főtéri flashmob keretében, ahol alpolgármester úrral találkoztunk, és akkor is kihangsúlyozta, hogy milyen fontos, hogy már kisgyermekkorban bekapcsoljuk a kicsiket ebbe az egészbe, hogy érezzék, hogy nagyon fontos részei ennek a rendszernek, és hogy milyen fontos a földnek a megóvása. Igen, mert úgy gondolom, hogy kiskorban és elsősorban a családban lehet ezeket a viselkedésformákat elsajátítani. Én is a korábbi esztendőkben, sőt korábbi évtizedekben többször vettem részt ilyen szedd össze személygyűjtő akciókban, de úgy gondolom, hogy mindezt meg lehetne előzni azzal, hogyha nem dobnánk el a szemetet. Sokan tudják rólam, hogy természetjáró ember vagyok, akár kerékpárral, akár gyalog, de tájfutó versenyeken is rendszeresen részt veszek, amelyeket az erdő közepén rendeznek meg. A szemetet onnan is mindenki elviszi magával, vagy haza, vagy a legelső olyan helyre, ahol azt megfelelően el tudja helyezni. Úgy gondolom, hogy ez nagyfokú nevelés és fegyelmezettség kérdése, de a világ számos országában járva, a városában járva tapasztaltam, hogy vannak olyan városok, ahol biztonsági okokból például nincsen kuka az utcákon, és nem szemetesek az utcák, tehát elviszik az emberek a legelső lehetőségük, ahol meg tudnak ettől szabadulni, és nagyon sok helyen például akár haza is viszik. Tehát úgy gondolom, hogy erre kiskorban kell fölhívni a figyelmet. Ezek a földnapi rendezvények úgy gondolom, hogy mindezt szolgálják, és elhangzott, nagyon sok sportos program lesz, úgyhogy még az egészségmegőrzés szempontjából is úgy gondolom, hogy egy hasznos napot tölthetnek el azok, akik kilátogatnak a földnapi rendezvényre. Én, hogy itt elnéztem most a plakáton, kerékpározni fogok 10-től délig, megkerüljük a várost, aztán kora délután a jelmezesen is szeretnék kerékpározni, aztán díjat adok át, és akkor még ott van a családi futás is, tehát lesz program bőven.
Nagyon szépen köszönöm a programismertetőt, és akkor vasárnapra nagyon sok sikert és rengeteg látogatót kívánok. És jó időt mindenek előtt a Csónakázótó szigetére. Köszönöm szépen, hogy befáradtak. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, következzen az a mellkas kompressziós gép, amelyet nemrégiben a mentőszolgálat kapott. Ezzel gyakorlatilag hatékonyabban tudják végezni a mellkasnyomást, sőt szállítás közben is alkalmazható, íme tehát a mellkas kompressziós gép. A kézi mellkas kompresszió komoly fizikai teljesítmény, a mentők az újraélesztések alkalmával általában 2 percenként váltják egymást, hogy folyamatos lehessen az életmentő szívmasszázs. Még nincsen tubusa a betegnek, még eszközzel lélegeztetők nem intubálva, ilyenkor 30 mellkas kompressziót és 2 befúvást csinál, és nem csak számolja a 30 mellkas kompressziót, hanem egy sipszóval hangjelzéssel jelzi, hogy most jön a 2 befújás, akkor megáll, és 5 másodperc szünet után folytatni fogja a mellkas kompressziót. Így működik az a korszerű automata mellkas kompressziós készülék, amely jelentősen megkönnyíti a mentők munkáját, hiszen nem csak a fáradtságtól kíméli a beavatkozót, míg a gép dolgozik, a szakember még mást is tehet a bajba jutottért. A beteg szállítása közben is végezhető a hatékony mellkas kompresszió, hiszen tudjuk jól, amikor mozog a mentőautó, lassít és gyorsít, nem lehet a beteg mellett a hordágyon olyan minőségi mellkas nyomásokat kifejteni, ami tényleg hatékony és fenntartható vele a keringés. Az intelligens gép néhány másodperc alatt felszerelhető a betegre, és személyre szabottan végzi a mellkas kompressziót akár több órán keresztül is. Érzékeli a beteg mellkasának az ellenállását, érzékeli a mellkasnak a méretét, és annak megfelelően állítja be a saját energiáját, amit egy-egy mellkas kompresszió alkalmával kifejt, illetve 2 féle üzemmódban használható, tehát van egy olyan üzemmódja, amikor még a beteg lélegeztetése balon által történik, hogy minden 30 mellkas lenyomás után hagy egy pár másodpercnyi szünetet, amíg balonnal a 2 befúvás megtörténik, majd amikor már egy emelt szintű légutat biztosítunk a betegnek, tehát a légcsövébe lehelyezésre kerül az az eszköz, amin keresztül lélegeztetőgéppel tudjuk lélegeztetni, akkor pedig egy folyamatos percenkénti 100-as mellkas kompresszió üzemmód kapcsolható át. A közel 5 millió forint értékű készülék nem tartozik a mentők rendszeresített felszereléséhez, így csak adományokból tudják beszerezni azt. Most a Szombathelyen mintegy 2000 főt foglalkoztató, korábban Delfi néven ismert Eptív cégnek köszönhetően vásárolhatták meg a berendezést. Az Eptív a balesetek megelőzését szolgáló radar és kamera rendszereket gyárt az autókba. Ezzel az adománnyal a társadalmi szerepvállalás fejezzük ki, szeretnénk hozzájárulni a vasmegyeiek biztonságához. Vasmegyében évente 300 újraélesztést végeznek a mentőszolgálat munkatársai. A mostani adománynak köszönhetően már 3 mentőautóban áll rendelkezésre ilyen mellkas kompressziós készülék. Használatával nincs szükség az emberi erőre, a gép egyenletes tempóval és mélységgel végzi a szívmasszást. Kedves nézőink, műsorfolyamunkat folytatva és a mellkas kompressziós gép bemutatását követően egy kis tüzes sétára invitálom önöket, illetve nem is én, hanem stúdiónkban már helyet foglaló vendégeink. Bődi Lívia, a Szombathelyi Szépítő Egyesület elnöke és a Vasmegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvívője Egyed László alezredes úr. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Mi köszönjük a meghívást. Hát akkor miből lesz a cserebogár alapon? Egy picit tárjuk a nézők elé ennek a tüzes sétára. A hogyanját, mikéntjét, hogyan fogalmazódott meg mindez, és hát mi várható, illetve akik most érdeklődnek ezután az esemény után, ezt a beszélgetést követően, mire számíthatnak egyáltalán?
Hát ez egy érdekes történet volt. Éppen itt voltunk benne a stúdióban, én épp az év civil szervezetedi témájában, és Lászlóék is pont akkor voltak itt, és ott kint az előtérben nekiálltunk beszélgetni, és ott előkerült ez a dolog, hogy lehetne egy ilyen sétát is szervezni, és akkor megállapodtunk abban, hogy tavasszal, amikor majd jobb idő lesz, akkor visszatérünk erre a dologra, és akkor megkerestem Lászlót, és aztán ebből indult ki ez a folyamat. Ez egy újítás, én azt gondolom, hogy kellenek ezek a séták is, nem csak a hagyományosok, hanem ami egy picit olyan érdekesebb és ismeretterjesztő jellege van. És aztán összetugtuk a fejünket, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan legyen, és aztán akkor ebből született most ez az első négy állomásból, vagy négy részből álló séta. Ez most csütörtökön és pénteken, valamint jövő héten csütörtökön és pénteken lesz. Az indulás az a Berzsenyi Dániel könyvtárnál található egy emléktábla, ahol régen a tűzoltószertház állt, és onnan fogunk indulni, ahol Lendvai Rezső tart egy rövid előadást, és aztán majd átsétálunk a tűzoltóság épületéhez, és ott majd már átveszi László az irányítást. Lehet jelentkezni a Szépítő Egyesület telefonszámán, e-mail címén, Facebookon, elérhetőségeinken mindenhol. A mostani pénteki csoport az már betelt, tehát oda már nem tudunk helyet biztosítani, de a másik három sétál még hát minimál létszámban tudunk még helyet biztosítani. Ugye azért az sem jó, ha nagyon-nagyon sokan vagyunk, hiszen azért már így a sétáknál bebizonyosodott, hogy azért van egy bizonyos embermennyiség, ami körülményekhez képest még átfogható, meg átlátható, meg érthető is például az előadónak a műsora, és azért van a előadása, és azért van az a határ, amikor már sokan vagyunk, és akik esetleg hátul állnak, ők már nem hallják azt, amiről szó van. Hogyan kapcsolódik mindenhez az igazgatóság épülete? Mert ha most jól sejtem, ugye az egykori tűzoltó szertártól, ha húzunk egy vonalat, akkor annak a végében lehet, hogy éppen a tűzoltóság épülete áll, tehát van valamiféle kapcsolat a dolgok között, hogyan, és mindez még egyfajta városi ismeretterjesztő programban teljesül ki. Mi várható a tűzoltóság épületében? Érdekes a történet. Valamikor ez volt a városnak a széle, a 19. század elején, aztán szépen lassan terjeszkedett a város, de maga a tűzőrség, a tűzoltó szertár háza, az itt volt a 14 emeletes helyén tulajdonképpen. Itt alakult meg az egyik legrégebbi egyesület itt Szombathelyen, a Szombathelyi Szépítő Egyesület, mert a Szombathelyi Tűzoltó Egyesület, és ez volt neki az otthona. És tulajdonképpen innét indult el a mentés és a tűzvédelemnek az a palettája, amiben most már majdnem 150 éve a tűzoltók itt léteznek Szombathelyen. És hogyha ezt az egyenes vonalat, amit ön is mondott, hát nincs messze egymástól a kettő. Valamikor Szénatérnek hívták az aditeret. És az 50-es években felmerült ma az a gondolat, hogy nagyon rossz állapotban volt a régi tűzőrségnek az épületek, kellene egy új épületet építeni, de ugye ott egy olyan időszakot élt az ország, mint társadalmi berendezkedésben, amikor azért nem voltak egyszerűk az építkezések, viszont ennek ellenére ez bátran mondhatom, hogy az 50-es években nem a szociál építkezés stílusát követve, mégiscsak született egy terv, és négy ilyen laktanya épült ebben az országban, és ebben az egyik pont Szombathelyen, és hát ez lett kialakítva, ez lett a tűzoltóságnak az otthona. És mi arra gondoltunk Líviával, hogy egy időutazást kellene tartanunk. És ebben partnerünk Lendvai Rezső, aki felkutatta már többször, több ízben elő is adta több helyen a Szombathelynek a mentés és a tűzoltás történetét, hogy Rezső elmondaná ott a 1872-től egy 1953-ig terjedő időszakot, hogy hogy működött, hogyan létezett a tűzoltóság, és utána pedig ez a csoport, több csoport átjön, én pedig két opciót tudnék kínálni. Vagy megmutatjuk azokat a tárgyi emlékeket, amikkel mi rendelkezünk, megmutatjuk magát az épületet, a stílusát, miért épült, hogyan épült, hogy néz ez ki, vagy akár azt is meg tudjuk mutatni, hogy mai nap folyamán hogy élnek a tűzoltók, milyen szolgálati rendben, milyen eszközökkel, milyen technikai eszközökkel rendelkeznek, és hol lakunk mi. Tulajdonképpen erre gondoltunk, tehát ezek közül lehet választani, és erre fűztünk fel jelenleg négy csoportot. Ebbe a sétába bekapcsolják-e a főteret? Nem. Nem kapcsolják be a főteret. Csak azért kérdezem ám, mert nekem meg van egy olyan információm, de aztán lehet, hogy csak álmodtam, hogy régen a főtéren volt egy tó,
amit, illetve nem tó, hanem akkor tűzoltósági szakszóval élve valamilyen tűzoltósági védővíz, nem tudom, amivel, hogyha esetleg a főtéren, vagy hát régen azon a területen lévő házakba kitört valami háztűz, akkor onnét oltották, és majdan annak a helyén épült meg talán a Kupai kút. Igen, vagy valami hasonló. Azért gondoltam, hogy ha esetleg becsatolják a főteret, az is magától érthető lenne, mert ahol a Kupai kút volt, azt hiszem most ott van az a kis ivó kútszerűség a Szent Háromság szobor mellett. Információim csalnak, nem csalnak? Nem, jó, ez a céhes időkre vezethető vissza, 19. század elejéig. Ez valóban így működött, volt ez a kút, és ennek volt egy érdekes felépítménye, hogy így mondjam. Ennek meg is vannak egyébként a rajzai, mert meg azon túl a városnak a tűzvédelemre szolgáló eszköze is itt voltak elhelyezve, tehát amennyiben tűzütött ki a városban, ami akkor területében jóval kisebb volt, akkor tulajdonképpen a cémesterek és a célegények ide futottak azokért a kezdetleges eszközökért, amikkel aztán elmentek a háztűznézőben, bocsánat, ezt a fogalmat használom, hogy eloltsák a tüzet. Tehát a bőrvödrök, a csákák, a különböző létreeszközök, és valóban innét ismerítették a vizet a tűzoltásához. De ezt kihagynak, mert az a baj, ezek a tárgyi emlékek nem állnak rendelkezésre. Most valós megfogható tárgyi emlékek irányába mozdulnánk el, és persze természetesen az időutazást azt olyan helyen kezdjük, ahol a Brucser József a lakóházán kívül, aki egykori főparancsnoka volt az egyletnek, azon kívül ott nem tudunk mást felmutatni, de maguk az emlékek azok nagyon gazdagok. Tehát több napon keresztül lehetne ezekről beszélni. Miket fognak még a séta során felfedezni, vagy melyek azok az emblematikus emlékhelyek, amelyeket érdemes megmutatni és ismertetni az érdeklődőknek, illetve a sétán résztvevőknek? Hát most ebben a sétában, tehát ebben a körben nem terveztünk más, csak kimondottan ezt az útvonalat, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg nem tervezünk egy másik olyan sétát, ami mondjuk más részt érintene, vagy más területet érintene. Most jelen pillanatban csak ezt a részét. Hogyan lehet erre jelentkezni, erre a sétára, illetve mekkora csoportokban gondolkodtak, hogy mekkora csoportokat visznek el erre a sétára? Hát olyan 20-25 főre mondtuk azt, hogy az olyan jó lenne. Természetesen, hogyha most azt egy pár fővel túllépjük, akkor nem fogunk visszautasítani senkit, de azért a határt is meg kell húznunk, hogy ne legyen túl sok jelentkező. Viszont ha nagy érdeklődés van, akkor egyeztetve időpontokat, akkor bármikor tudunk még ilyen sétát beiktatni, megbeszéljük, és bármikor tudjuk szervezni. Említeni tetszett, elnök asszony, még a beszélgetésünk legelején, hogy több ilyen séta volt itt a városban, ilyen ismeretterjesztő jellegű séta. Ezek egy része mára már elhalt, de az is lehet, hogy vannak újjáéledőben ilyen séták. Ez most egy a sok közül, de mégis más a többitől. Hogyan apostrofálna ez, mennyiben másabb küllemét és tartalmát tekintve, mint a régi hagyományos séták, amelyek bemutatták mondjuk a város egy-egy jellegzetes emlékhelyét vagy épület együttesét? Szerintem maga ez a terület, amiről beszélünk. Én nem tudom, hogy, vagyis nincs tudomásom arról, hogy ebben a témában és ezen az útvonalon valamikor is lett volna séta. Én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan területe a Szombathely történetének és a történelmének, amit el kell, hogy most indítsunk, és hogyha van rá fogékonyság, akkor ezt vigyük tovább. Természetesen vannak olyan séták, amik mindig olyan területet érintenek, ahol már volt, mint például nekünk is van a Szent Márton temetői séták, amiket most az idén is meg fogunk szervezni májusban és majd szeptemberben is. De ez talán egy olyan terület, főleg ha bejutunk a tűzoltóság épületébe, hogy az ember oda minden nap nem tud bemenni. Még egy épület mellett elsétálunk nap, mint nap, a Szent Márton temetőbe azért ki tudunk menni nézelődni. A tűzoltóságon nem úgy van, hogy csak úgy fogjuk magunkat, bemegyünk, és na hát most mi jöttünk nézelődni. Tehát talán ennek pont ez az érdekessége, hogy most bemehetünk, és megnézhetjük azokat a dolgokat, amiket egyébként nem látunk, vagy nem is láthatunk egyéb formában, csak így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor sikeres sétát kívánok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a Nemzeti Média Hírközlési Hatóság támogatásával összefogott a Szombathelyi Média Központ a Szombathelyi Egyházmegyével, hogy bemutassa az Egyházmegyében fellelhető templomokat, kápolnákat, plébániákat. Ezek közül most a gencsi Szent Jakab apostol nevére keresztelt templomba látogatunk el. Közép-Európa leghosszabb faluját, Gencs apátit, még a levegőből sem könnyű filmre venni.
A kacskaringós utak jelzik a történelem meg annyi sorsfordulóját, melyet a település megélt az őskortól Nagy Gencs és Gyöngyös Apáti 1943-as egyesítésén át egészen napjainkig. S bár a helyiek még az ördögnyomát is látni vélik, azért a Szentkúthoz mindig szívesebben zarándokolnak, emlékezve arra, hogy az itt eredő forrásvize megnyitotta egy vaklány szemét. A település plébánia templomát 1880-ban bővítették háromhajóssá. Védőszentje Szent Jakab apostol, őt ábrázolja a főoltárkép. Az eklektikus stílusú épület falfestményei megidézik Jézus életének fontosabb eseményeit. Például születését vagy a kereszt halála előtt tanítványaival közösen töltött utolsó vacsorát. Feltűnik Szent Erzsébet alakja is a falfestményeken, illetve az egyik oltáron emelt szobor formájában is. Tiszteletét erősíti a településen, hogy amikor 1849 és 1851 között kolera járvány pusztított itt, és az emberek Erzsébethez folyamodtak segítségért, az ő közben járására megszűnt a szörnyűvész. Ettől kezdve Szent Erzsébet napja, november 19-e, a gencsiek fogadalmi napja. A templom másik érdekessége a sekrestye kifelé vezető ajtaja fölötti kép. Ez azt a jelenetet ábrázolja, amikor a Tanácsköztársaság kormánya által 1919. május 28-án a faluba kiküldött katonákat a helyi parasztság tűzzel fogadta és feltartóztatta, élükön az akkori plébánossal, Kopcsándi Sándorral. Kedves nézőink, nagy tisztelettel köszöntöm körünkben a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnökét, Molnár Lajos urat. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Elnök úr, tisztújítás után vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, egy picit számoljunk be erről a kedves nézőknek, hogy az Egyesület élén történt-e változás, illetve melyek voltak azok a dokumentumok, melyek voltak azok a papírok, illetve események, amikről feltétlen beszámolót tartottak egymás között, és aztán hát gondolom előre is tekintettek erre az idei esztendőre. Március 23-án volt a közgyűlésünk. Ez ugye minden évben általában ebben az időben történik. Csak most ugye nem éves beszámoló közgyűlés volt, hanem 4 éves beszámoló és vezetőség választ, ügyletiség, egoító közgyűlés. Hát a régi stáb nem változott. Gyakorlatilag a 4 évvel ezelőtt megválasztott elnökség és a legyen bizottság maradt a helyén. A jelölő bizottság ismételten körbejárta a tagságot, véleményeket kikérték, és mi kértük a jelölő bizottságot, hogy próbáljanak egy kis frissítést az elnökségbe hozni, de hát sajnos nem sikerült nekik, úgyhogy továbbra is vállaltuk a megmérettetést, és hát a közgyűlés úgy döntött, hogy bízik ebbe az elnökségbe, illetve a felügyeli bizottságba, és így 4 évre ismételtem, mi fogjuk csinálni a feladatokat. Milyen célokat fogalmaztak meg? Gondolom, hogy ilyenkor azért megfogalmazódnak olyan tervek, amelyeket szeretnének rövid vagy hosszú távon véghez vinni, végrehajtani. Igen. Hát végső soron, mivel az Egyesületnek a területén a komfortosság, hogy fogalmazzak így, az 98%-os, mert van villanyhálózatunk, visszahálózatunk, most internet elérhetőséget is sikerült megoldani. Úgyhogy már csak a csatornázás hiányzik, de hát ez hosszú távon még nem elképzelhető.
Úgyhogy gyakorlatilag azt a munkát szeretnénk tovább folytatni, amit elkezdtünk. Hát annyi módosítás, apró módosításokkal, hogy nyitottunk az elmúlt években már a Herman Otto iskola felé, parti kertészet felé, és szombathelyi nyugdíjasok felé. Hát ezt abból a megfontolásból tettük, hogy hát mi is öregszünk, és elmegy felettünk az idő, és ennek kapcsán felvettük a kapcsolatot a Váci Mihály utcai nyugdíjas klubban, és nagyon jó együttműködés jött létre az egyesület és ők közöttük. Kölcsönösen veszünk részt egymás rendezvényein. Hát most a jövő héten éppen a Pálos Károly keresztül, nekik van 6, úgy tudom, 5 vagy 6 nyugdíjas klubuk, és mert mind az 5 vagy 6-ot meghívjuk a könyvtárba, Berzsenyi könyvtárba, és az egyesületünk is ott lesz, és akkor minden szervezet beszámol a maga életéről, és egy kicsit így bővítjük a nyugdíjasokkal való kapcsolatot, és ezt a társaságot gyakorlatilag szeretnék majd meghívni úgy Pünköst környékén ki a Parkerdébe, és egy jó kis sétát teszünk velük. Ha már a közgyűlés ilyen egyöntetűen megválasztotta az új vezetőséget, akkor abból két dolog derülhet ki. Egyrészt, hogy maximálisan elégedettek a korábbi vezetőség munkájával, másrészt pedig az, hogy nincs megfelelő utánpótlás, akik esetleg az ön sarkukat törnék. És most erre az előző mondataiban egy picit már úgy félig meddig kitetszett térni, de akkor én most erre nyíltan rákérdezek, hogy mi a helyzet a fiatalokkal, őket mennyire lehet megszólítani, illetve ezekbe a kerti munkákba, a kerti tevékenységekbe bevonni. Tehát az igazság, hogy eléggé előregettünk ott kint a kertben. Hát olyan 70% az idősebb korosztály, és 30% a fiatalok, de ők is nemrég jöttek az elmúlt 2-3 évben a fiatalok. És hát ők próbálnak beilleszkedni, bár valahogy én úgy érzem, hogy úgy viselkednek, hogy kerten belül, és elmondják az elvárásaikat, aztán tovább nem lépnek. Próbáljuk őket bevonni viszont a szépkártyás rendezvényünkön keresztül az egyesület munkájába. Hát ez hozott valami eredményt a munkába, meg olyan dolgokba szeretnénk őket bevonni, mint múlt héten vagy két hete volt a személyszerési akciónk Parkerdőben, és hát fiatalok közül is voltak ott jó páran, és hát összeszedtünk egy 16 köbméter szemetet. A sajnálatos az, hogy ha most végigmegyünk a Parkerdő azon részét, amit megtisztítottunk, akkor ma újra képződött a szemét. Tehát ez elszomorító. Benne még az is elszomorító, hogy nem is mindig a kertesek dobják el a szemetet, hanem Szombathelyről kerül ki a szemét. Az erdőbe találtunk olyan zsákot, amelyiken szombathelyi cím volt például névvel. Hát őt feljelentettük természetesen, de sajnos ez gyakori most már, hogy kifele hozadják a szemetet, nem ott képződik. Természetesen a kertesek között is van, aki nem tisztel téren, de hát azon próbálunk lenni kamerákkal, meg utca megbezetti állazattal, hogy ezt a minimális szintre csökkentsük. Aztán van olyan elképzelésünk, ugye ez is most már 2-3 éves hagyományra tekint vissza, hogy a Herman Otto iskolával nagyon jó a kapcsolatunk szintén. Ővelük minden évben palánta és virágvásárt szervezünk május elején. Hát most is lesz a Fagyos Szentek után, hogy 15-e magasságába fogunk tartani. Hát ez ennek nagy sikere van, nem csak a mi területünkről, de még a büfé fölötti kukullós területről is jönnek kertesek hozzánk palánta vásárra. Ennek az a célja, vagy abban a megfontolásból csináljuk, hogy a nyugdíjasnak nem kell a buszon cipelni kifelé a palántot, hanem ott a helyszínen megveszi, és egyszerűen a földbe is tudja helyezni. Ezt kedvelik is gyakorlatilag a kertesek. Visszatérve a fiatalok helyzetére, meg a választásra, hát sajnos az a szomorú tény van, hogy ezeket a tisztségeket nem szeretik vállalni. Mindig úgy fogalmazok, hogy ahol dolgozni kell, azt nem szeretik. De
Például a 4 évvel ezelőtti helyzetet veszem alapul, akkor 27 általunk kiszemelt fiatallal próbáltunk szót érteni, hogy vállalkozzanak ezekre a tisztségekre, de a 27-ben egy se vállalkozott, hogy megmérettetné magára, szívesen csinálná. Hát az egyrészt én szerintem abból adódik, hogy munka mellett ezt nagyon nehéz csinálni. A másik dolog pedig az, hogy nem tudom, nem akarják csinálni. Szóval, ha visszagondolok a saját életemre, akkor már 24 éve csinálom ezt az elnöki pozíciót, és hát én is olyan helyen dolgoztam, ahol napi 8-10 órát vagy 12 órát dolgoztunk, és utána kellett ezeket a feladatokat ellátni. Hát én megbirkoztam vele, úgy érzem, és ha a tagságot megkérdezzük, akkor én is azt mondtam, hogy közgyűlésre azért jönnek el kevesebben talán most, mert elégedettek a munkánkkal, amit beszámolóba vagy tájékoztatóba elmondunk, az tudomásul veszik és egyetértenek velünk. Ez jó érzés természetesen. Biztos, hogy nálunk is vannak még hiányosságok. Egy nagy terület van, ami kényes az esetünkben, az úthálózatnak a kérdése. 22 kilométernyi utat kezelünk. Ez nagyon nagy szám, és hát évente 1,5 millió forintot költünk ezekre az utakra. Természetesen csak felületi kezelésre van szó, mert egy komolyabb útépítés az több millió forintba kerülne, több 10 millió forintba kerülne. Hát most a tél az egy kicsit megviccelt bennünket, mert ugye olyan idő volt, hogy hol esett, hol fagyott, megint fölengedett, és nagyon tönkretette az utakat, rengeteg kátyú keletkezett. Az észak-déli főút meg a bemenő útat, azt most már sikerült megcsinálni, hát kikátyúztuk őket, de a nagyobb útfelületi javításokat majd május elején első harmadába tervezzük, addigra már talán beáll az idő, és akkor el lehet végezni ezeket a feladatokat. Meg hát természetesen ennek az a feltétele, hogy április 30-a a tagdíj befizetési határidő, és hát ezt általában meg kell várni, mert ugye ebből a tagdíjból fedezzük ezeket a költségeket. Beszélgetési keretidőnkből sajnos kifutottunk, de annyit még feltétlen megjegyeznék itt a beszélgetésünk végén, hogy a következő héten a Parkerdély Kertbarát Egyesület a Berzsenyi Könyvtárban tart egy nyugdíjas kertészek találkozóját is, illetve részes ennek a programnak, úgyhogy oda is várnak minden kedves érdeklődőt, résztvevőt. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánok. Én is köszönöm, köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Töltsék kellemesen az est hátra lévő részét, viszontlátásra. Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.